még tudunk fejleszteni. Épp hogy tudunk fejleszteni, érted? Virágom, virágom. Nagyon jó. Mi van még? Mi van még? Azt is add ide. Olyan felajánlásokban vagyok, gyereke. Oda néz. Még iszok is. Jó. Oké. Okay. Jaj ne. Ez kettő ilyen kamu izé lesz. Ő támadni fog. Persze, meg még jöjjön az is. Hát hülye vagy. Oké, értem. Tehát, hogy a nénikémet, aki ide jött. Jó. Ők egymást amúgy nem bántják, az mondjuk elég OP lenne. Nyugi. Mondom, hogy nyugi. Hát de nem volt arról szó, hogy ilyen range atakok vannak, csókolom. Az egyik nullos, konkrétan. Csak ugye az a baj, hogy Grievous tábornok jön ki belőle. Ő meg rak, viszont őt lehet, Grievous-t lehet lőni. Csak jó lenne, ha azt lokkolná a játék, amelyiket én szeretném. Köszönöm. Haló? Azóta az a katonyok, hogy csak két végletet tudom elképzelni. Vagy a régi, vagy te. Ha te, akkor részegek leszünk. Ha másik, akkor azért. Szóval mondom, a Martin jó felé néz. Ja, mert hogy általában ezen az oldalon szoktam lenni. Igen. De vedd föl. Róka! Ott nyomkodom az A betűt, hogy ezt a szart vegye föl. Bocsánat, elnézést kérek a szóhasználat miatt. Oké. Intézze ő saját önön magát? Na jó, hát azért pofátlanság már, ez komolyan, ami itt történik. Ezt kéne valahogy... De miért azt lövött, te szerencsétlen... Meghűlök a loktól... Nem nyomtam a lövést. Amúgy. De ez a területet sem hülyeség, ezt hagyjuk már. De ezzel mit csináljak? Csókolom. HP töltő sincs tőm. Fenébe. De! Meg toncsold már! Na jó, hagyjuk. Azt sem értem amúgy, amit írtál, Timi, egyik sem. Annál dulvább a szitu. Na ezzel mit kéne csinálni? Én azt nem tudom. Ezzel a lilásos hülyeséggel.
azaz, nyomjad, persze. De nem tudom, de tehát nem lehet átdodzsolni. Amúgy ez mekkora parasság, hogy ennek a enemynek kettő része van. Köszi, ezt Avittól tanultam, na csá. És akkor van még egy. Utolsó HP töltő. Na jó, takarodj most már! Ez mekkora izé, tehát hogy esélyem sincsen átdodzsolni, mert utána, tehát ahogy a szúrást kidodzsolom, utána műt és elkap. Nincs annyi időm, hogy elmenekülje. Fúj! Pillanatra, köszönöm szépen! Nem azt a másikat. És beugrik elé. Mondtam már, hogy meg fogok őrülni a mai ma esti stream végére? Ha még nem mondtam, akkor most mondom. Annak még full HP-ja van, zsír. Miért nem vette fel a kis kék bogyókat? És miért nem dodzsol, amikor nyomom? Pedig van staminám. Hát ide látom. Fogyott. Na ez a paraszt. Nem tudok mit csinálni vele. Egyszerűen nem tudok mit csinálni vele. Egyszerűen ez nettó parasság, ez nettó parasság. Próbálom lefésztankolni. Mondjuk azt, hogy összejött. De ez... Úgyhogy próbálom összehúzni a bulit. Azt le lehet pajzsozni, ezt a izét? Nem hiszem én. Persze, hogy el tud találni. De nem már, hagyjuk már, ott ütök, csak degenerált, ezt nem tudom eltalálni. Na ez, kész, hagyjuk. Nevetséges.
Face Tank! Sikerült, nyugodjon meg mindenki, főleg a streamer, köszi a kitartást, sikerült. Úristen. Hát ez nem volt egyszerű. Ez egy rohadt szemét rész. Főleg, hogy jön a radioaktív pók, ebből a izéből kettő van. Timi, amúgy itt voltál, mikor kiderült, hogy a kocka... Mitől van a kockának energiája? Közben egy picit lemaradtam, elnézést, utána olvasok, hogy mi volt a cseten. Kitartást, multimia, melókereséshez. Eddig bóbiskoltam, mert nekem nem sem sikerült aludni. Neked sem? Oh. Az nem jó. Szóval kiderült, hogy a nagy kavicsokba konkrétan ilyen idegen eredetű róka, sugárzó rókák vannak. Őket pakolják bele. Nem tréfálok. Ilyen lila lóka. Alien jellegű. Úristen, nagyon nagy létre. Lila boci után lila róka, hova tart a világ? Hát ez az. Atya, úristen! Egész mezők. És mindegyikbe ott, amit látunk, egy idegen van benne. Azt a rohadt életbe. Halló, ez a Matrix? A rejtett terem. Ameddig a szem ellát. Végtelen energiamező. Tök jó. Maga a koncept tök jó, csak kicsit halott. Nem vagyok halott. Azt kell ott itt imádkozással energiára bírni. Figyelj! És kinyílt az ajtó ott mögötte, vagy mi. És most működni fog. Aha. Fú, na jó, ez azért durva. Mátrókax. És ha ide bejövünk, ilyen shopi-shopi lesz? Nem, itt van egy kérdőjel, lift, teleportáció. Ó, ezzel beaktiváltunk a retinámat. Aha. A lépcső alatti teleport pontot aktiváltuk be, ergo Harry Potter. Na, menjünk vissza. Újabb hátsó üléses kérdést fogok feltenni. Oké? Okay? Jöhet? Itt vannak a szakértőink, Atti például. Szóval, a múltkori streamben volt egy terület, ahol ugye beaktiváltam 4 darab ilyen kavicsot, és 4 darab ilyen szobornak a szeme elkezdett világítani, és a középső izével nem tudtam mit csinálni. Mutatom. This van. Ugye itt a 4 sarkát azt megcsináltam, és középen van a nagy szobor, amivel nem ott van valami kérdőjeles, nem tudom micsoda, és arra nem jöttem rá, hogy azt hogy kell, meg mit kell, meg különben is. Azt oda... meg tudtam volna csinálni, vagy most itt, ahol vagyok, azt kell előbb megcsinálni ahhoz, hogy azt meg tudjam csinálni. Értelmes volt-e a kérdés, és értetted-e? Ott a puzzle-el akadtál meg, nem találtál meg egy lapot, még vagy már elhagytad. Ah.
Tehát akkor meg kellett volna tudni csinálni. Szia, Hirx, hello, hello! Ezt a területet, csak nem tudtuk, hogy a puzzle-nek... Tehát hiányzik lap. Aha. Oké. Okay. I understand it. Várj. Van amúgy egy lap, amit tudom, hogy hol van. Azt lehet, hogy a csattogós izével el lehet vajon hozni? Ne, menj vissza, a teleporthoz róka. Platinázod amúgy? Dehogy platinázom. Végig szeretném vinni a sztorit. Ennyi a izé, csak ha eszembe jut valami, amire talán így meg tudok csinálni, akkor megcsinálom. Platinázod. Ja, és srácok, lányok. A platinázásról jut eszembe, már nem tudom miért, mert semmi köze nincs a platinázáshoz. De lehet, hogy csapni fogunk egy elképesztő nosztalgia streamet. Az is lehet, hogy most hétvégén. És hogy miért? Nagyon egyszerű az oka. Májusi hónapban van a csatornának magának a születésnapja. Hát négy, azt hiszem négy. Újra Fortnite? Soha nem is volt Fortnite. Nem. Meglepi egyelőre, nem mondom el. De hogyha minden jól megy, akkor hétvégén egy ilyen kikapcsolódós hűlős lesz. Mondod ezt május 31-én? Igen, azért május 31-én mondom, mert hát egyrészt most jutott eszembe, meg mert tudjátok, hogy eléggé sűrű volt munkaügyileg ez a hónap. Úgyhogy hát ja, most jutunk oda, hogy egy picit így ünnepeljünk, mert most lesz idő. Aha, ez se rossz. Majdnem ide gondoltam jönni. Hop-hop. Itt van egy, ott az a víz, medence, izé, annál van egy lap, amit nem vettem föl. Az ott. Azt ott hogy? Lehetséges? Nincs. A legelső területen már nincsen konkrétan. Nem lehet így fölvenni. Jelenleg nem. Aha. Jó. Tehát akkor fölöslegesen jöttem ide vissza. Nem baj, megnéztük, megpróbáltuk. Rájöttünk, hogy a streamer ostoba. És akkor mehetünk is tovább. Hello, sziasztok, hello. Volna egy kis meló, engem békén kéne hagyni. Júj, hát itt ilyen rakások vannak. Hát... Tényleg ez kell? Most mindenkit vagy a bugyája kell? Hát jó. Akkor viszlát, szervusztok. Hello? Akkor irány vissza. Hihi, elteleportáltam te kis szemétláda. Szedj egy picit a vízből, hát ha kell még olyan robotokra. Igen, lelocsoljuk a robotokat vízzel. Na várja, hogy volt? Itt mentünk el, itt így alatta, és arra, és akkor ide. Zuty. Miért van rajtad egy gázmaszk? Kiváló a kérdés, Hirx. Ugyanis, ha emlékszel, volt a sugárzó terület, azt így lehet megcsinálni, hogy ne dögöljön meg a szerencsétlen kis róka. Ennek egy módja van. Kiderült, hogy van egy ilyen kártyám, ami azt jelenti, hogy gázmaszk. Igen. Én is a fejemet fogtam. Nos. And on that terrible disappointment, ugye? Ahogy... Nyugi, fogod... fogni fogod még... Hála Imhotepnek. Köszi. Jó. Ez amúgy brutálisan néz ki. Hirx, te is lemaradtál, gondolom. De hogy azokba a kavicsokba, amit most ott a háttérben látsz, itt, azokba lények vannak. Tehát, hogy ez nem egy szerverterem, hanem azokba, tehát inkább egy energiaterem. Itt terem az energia. Érted? Mert hogy... Na, nyugi. Szóval ilyen idegen, lila színű rókakomákat csomagolnak be a kavicsokba, szerencsétleneken.
mi történik. Szia, te egy gonosz vagy? Nagyon úgy néz ki. Pusztulj! Te vagy a döglegők beszélhető. Why do you have so much HP? Aha, arra rá kéne jönni, hogy azt hogy tudom eldodzsolni, mert abból probléma lesz. Abból is. Igen, erre gondolok. Üdvözlöm a kedves fejlesztő brigádot, ezúttal is. Hát de nem lehet ez ellen valamit csinálni? Alapvetően informatíve, hagyj kérdezzem meg. És halt. Jó, ez a vezér, ez keményben van. Tessék, Spider Cup hiányolt a boss fightot. Itt van. Hol van Spider Cup? Haló? Keep cop. Kopogok. Boss fightot meg én hozok. Üdvözlöm amúgy mindenkinek szép estét. Adjál rá ide a szemét! Na, ezzel mit csináljunk? Ezzel, erre kérek. Kéne info. Vagy ötlet. Ötlet. Happy. De nem szép dolog a kisebbet megrúgni, te bunkó. Aha, itt szimplán át tudtam most ugrani. Granát! Az anyukád úristen itt azt! Hát miért rám lőtt a kollega? De nem mindig sikerül átugranom. Áó! Most sikerült. Egyből meg is kaptam a damage-emet érte. De nem igaz, hogy az én ütésem az nem kapja el soha a mocskos kis szemétládát. Aha. Vége van. Vége van. Milyen lény az ellenség? Egy gonosz. Nagyon gonosz. Kösz. De ott el akartam dodzsolni. De tegy! Hát agyad beteg, haló? De hát itt ezt a szekvenciális dolgot, ezt hogy? Oké, hát ez egy hosszú éjszaka lesz. Lefagyasztjuk. Lefagyasztjuk, az biztos szereti. Fix info. Never fake info. Kapta. Aha, kamu. A francia.
Aha. Azt hiszem, hogy megtaláltam a gyenge pontját. Mérges. Meg. Na jó, takarodj már. HP, 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 HP. Nem hagy healelni. Nem védi ki ez a nyomorult kis... Majdnem patkányt mondtam, de nem. Ott tartom a pajzsot és átüt rajta. Azért a szemétség, nem? Csókolom. Na meg ez is sem a szemétsége. Ne. Azt hiszem, hogy támadás spambe kezdett a fiatalember. Köszönjük szépen. Majdnem egészen szépen levettük a HP-et. Ez most egy jó kör volt. Elfejtettem használni több ízben a fagyasztásos fagyasztást. Mondom, fagyaszt... Hát bazd! Tudom mondani, a csodába. Így kell ezt csinálni, Dutch, így kell ezt csinálni. De ne tarts föl a pajzsot, te szemétfejű! Várjál, odajövünk, megjönjük az a betűt. Stunolva van, nullos. Hopp! Na mi van, mi? Ne rugdos már! Van gond. De nem engedi, hogy én támadjam. Nagyon dobálózik. Ez az. Elfogyott a mágia. Húha! Húha! De miért van ennyi HP-ja még? Hát ezt fejezd már be a spamet, édes drága fiam. Oké, kösz. Hát, ott beakadtam a semmibe. De ezek a range-ek azért azt vétóznám, csókolom. Ó, hogy rohagy meg, pedig mögötte voltam, az ott konkrétan kiszedett. Dead. Ez most nem volt annyira jó kör. Nem látom a HP-ját. Velem ellentétesen átlóba. Jobb alul. Hát de ez mekkora parasztság? Nyomom az ütést, és ő az ő támadása ér, az enyém nem.
Nem ezt akartam nyomni. Még rám is lő. Van ezt a hülyeséget már. Kétszer nyomtam meg a healt, és van is healem, elnézést. Na jó, hagyjuk. Szia Péter, hello, hello. Azért ez egy nagyon nem egyszerű fight. Ez nagyon-nagyon nem egyszerű. A kis cuki játék, ami konkrétan meg erőszakol. Vétó. Ez ilyen Dunik és a Tron crossover, így van, így van, így van, így van. Aha, persze. De a semmibe ragadok, ott akadok ott be, azért ez nagyon nem szép dolog. Jó, hát nem tudom követni, ami történik a kijelzőn, gyerekek. Hagyjuk meg. Azért ez elég nagy paraszt egy fájt, de tényleg. Nem engedi megcsinálni. Kettőt tudok rájutni egy fagyasztásra. Nem engedi átdodzsolni. És nem fagyasztja. Elden Ring 2. Hát szerintem amúgy itt vannak rohadékabb dolgok, mint az Elden Ringbe. Köszi, Henci. Szóval szerintem itt vannak rohadékabb dolgok, mint az Elden Ringbe. Inkább DS4. Lövést halottra. De ez akkora paraszt, hogy nem tudok arra mit reagálni. Tehát esélyem sincs reagálni meg. Hát nem nyomtam azt! Haló! Na jó van, hagyjuk már videójáték.
A falon keresztül. Vagy hát akadályon keresztül, persze. Szia Lord Fairy, hello, hello. Ez itt a közös lókázás. Imádom, ahogy fut. Slac, slac, slac. Rá kell menni keménybe. De ez milyen hülyeség? Úgy jön ki, hogy én elrúg engem. Hagyjál már! Most jó volt. Persze meg! Hagyjál! Full kam. És most miért ugyanabba az ütembe csináltam, mint amikor jó volt. Átüt az objektumon. Jó van. De elfutnék! Elfutnék! Köszi szépen! Elvágyjuk a Sutrite. Azért ez egy rakás vicc tud lenni ez a játék. De tényleg, a fight az rendkívül rohadék. Olyan nem idegörlően, hanem konkrétan 3 másodperc alatt megöli az összes idegszáladat. Egyet tudtam rá, mikor ugye van. De menj már, hogy én nem tudom eltalálni ezt a paraszt fejűt. Tehát ennél nagyobb rohadék a pályán talán egyszer volt. Képtelen megütni, érted ez a... Fú, na jó, kezdek kiégni, gyerekek. De nagyon durván kezdek kiégni, főleg ettől a támadásától. Persze, amúgy a map másik oldalára nem akarsz átütni? Hülye gyerek. De fent van a pajzs! Hogy üt meg? Hogy? Nem bírok megmozdulni. Nem, nem talál... Na jó, nem. Az nettó parasság, hogy ilyen izé... Nézd meg! Nem tudom megütni, mert folyamatosan nem lehet odáig elérni, ő meg konkrétan 4 ember távolságból simán megaláz. Fúj! Tölts meg gyorsabban, te szar! Na, nyugalom. Nyugi. Az a baj, hogy ezt elkezdem dobálni a dinamitot rá. Az oké, okay, de amikor visszatérek, nem lesz több dinamitom. Tehát az nem töltődik fel. Öpp.
De normális vagy amúgy alapvetően? Hogy kérdezzem már meg? Ja nem, jó, oké. Jó, hát ennek a dinamitnak semmi értelme. Annyira minimális a sebez rajta. És kétszer üt meg ugyanaz a izé hülyeség. Na az mekkora parasztság, de komolyan. Megy végig az a izé, és ahogy megüt a fénycsóva, visszaüt, visszahőköl tőle a karakter, és még egyszer megüt. Hát köszi. Köszi szépen. Azért így egy kicsit unfair, nem? Nem tudom, ez meddig tart, és miért nem kapcsolja ki. Amúgy nyomtam ott egy dodge-ot, csak mondom. Meg... Nevetséges. Ölj már meg! Ennek mi értelme van amúgy? Isten borja el. Felkelni nem tud a karakter, egyből kapom a damage-et. Pajzsal együtt odébb rúg. Jó. Nyomom a pajzsot, miért kapom a damage-et? Miért? Hát komolyan mondom, hogy vérzésem lesz. Egyszer nyomtam meg. Nem spameled egy kicsit? Már megint? Jó, akkor még egyszer esetleg. Kösz. Ez. Hogy? Hogyan lehetséges? Tehát konkrétan fent van a pajzs, és a vágással átüt rajta. Tehát, hogy akkor mi az Istennek fejlesztettek a játékba egy pajzsot, hogyha az enemy átüt a pajzson? Ez zavar a leginkább.
tartom így fönt, érted, a pajzsot, az fogja magát, és az ugró támadásával, vagy hát ezzel a nagyobb vágásos hülyeséggel átütetszem el rajta. Ezt most szépen levédte a másikat. Az elsőnél nyilván nyitott voltam, mert támadtam. Van egy jó kis delay is természetesen. Persze, ugrás közben még kapjam a damage-et. Jó, jó. Már be! Más játékokban ezt úgy hívják, hogy unblockable. Igen, és más játékokban azokat valamilyen különféle effekttel legtöbbször szokták jelezni. Ami ilyen játék. Mondjuk egy piros csillanással, hogy Luke, little player who playing our shitty game. Nice game, sorry. Look, this attack is bad for you. So stay tuned. Imádom. Dodge közben, érted? Na jó, meguntanak. Gyere ide. Értem. Jó, jó. Ő is megint a okay. Az a baj, hogy nem jó a fight. Az a baj, hogy nem jó. És nem először érzem ebben a játékban, hogy amúgy tök jó ötletek vannak, és egy kicsit túl van tolva a fight, olyan szinten, hogy egyszerűen nagyon-nagyon elveszi az élvezeti értékét a fightnak. Nekem. Persze azért, mert én béna vagyok. No time to... Nincsen esély hibázni. És az, hogy átdodzsolom tökéletes időben, és nincs esélyem ráütni, nézd meg, látod? Második támadás, és kapom a damage-et, most ő is végre sikerült megütnöm. Kutyaszorítóban van, vagy inkább patkánynak hívjuk, nem tudom. És képes megrúgni. És érted, semmi esélyem nincs semmire, mert spamel, megállás nélkül. Te szíjetet vagy. Hűts már le magad egy kicsit, haver. Nem találom el. És előveszi a fegyvert, rám lő, ide dob egy gránátot, persze az is a objektumon keresztül eltalál. Persze. Egyértelmű? Egyértelmű?
az érdekes fagyás volt. Azt köszönöm szépen, videójáték, amit... Azt köszönöm szépen! Köszi, köszi! Imádom, amikor ilyenek miatt fogok meghalni. Fél HP-t tudtam levinni. Öngyilkos! Na, haló? Dead. Igen, igen, ez a bajom nekem is, hogy kb. Pillanatnyi levegőm sincsen, és amikor valamit sikerül kidodzsolnom, akkor egyszerűen kidodzsolja az én támadásomat, miközben amúgy az ő támadását, érted, reagálom le. Tehát nincsen nagyon úgy window arra, hogy én támadjam. Csak hogyha sikerül valamilyen csodával határos módon mondjuk egy sarokba beszorítanom. Valahogy így ugye. Az szép, köszi szépen, amúgy éppen varázsolt a karakterem, de persze ő interruptorról hat engem, én meg őt nem. Én ezt értem, csak nem igazán tartom normálisnak, meg fairnek. Azt sem, hogy a lefelé futásnál konkrétan egy helybe áll a karakterem. Fú, ezt a játékot komolyan nem tudom mennyi van még a végéig, de kezdem nagyon-nagyon azt érezni, hogy nem fogjuk végigjátszani. Nem ez az első eset, hogy egyszerűen így, most nem hisztiből mondom, hanem csak egyszerűen az a baj, hogy elvette már egy csomószor a játék önön magától a kedvet. Nézd! Parancsokat amúgy valami továbbképző szakkörön gyakorolják ezek a játékfejlesztők. Gyere, te is csatlakozz az ív parancs író táborunkba. Megtanítjuk, hogyan kell parancsba foglalni azt, hogyha a játék tehát hihetetlen, hogy átüt az objektumon, azért az vicc. Az, hogy megnyomom oda healt, és egyből arra ugrik a karakter, mármint hogy az enemy. Ez mindegy, tehát az Elden Ringben is benne van. Ezekről nagyon le kéne szokniuk a játékfejlesztőknek, mert ez nagyon nem. Ez nagyon nem. És látod, interruptor. Látod, megnyomtam a healt, és abba a pillanatban rám lőtt. Szerintem amúgy azt is tudja, hogy mikor engedem le a pajzsot. Ezt
kezdem fixen mondani. Anna, az egy jó timing volt pedig. Megnyomtam a healt, és össze a viszlát. Jó volt a játék, köszi, köszi! Móni. Jó. Próbáljunk pozitívan hozzáállni a szituációhoz, ami jelenleg adódik itt a játékban. Mondjuk azt, hogy nagyjából fél HP-ig valahogy eljutok. Tehát a másik felével kéne valami csodával határozott módon lefarigcsálnunk. Bemelősdik. Na jó, hát ezt hagyjuk már. Ezek a range-ek is amúgy elég felhárgatóan. És dodge közben, hogy átugrom azt meg, de... Na jó, hagyjuk már. Könyvtáros már volt? Nem. Ok. Szia Geri, köszi szépen, hogy voltál, jó pihenést, hello, hello. Azt se tudom, hogy hol keressem a könyvtárost. Ez a bajom már amúgy ezzel a játékkal, hogy annyira túl van tolva ez a misztifikum dolog, hogy nem tudod, hogy merre menjél, meg mi van. Hogy egyszerűen már... De mi érdekel? Hát a mögött. Te ne tudjon már eldodzsolni en rohadt nagy létére. Hát komolyan meghűlök. És nézd meg, eljut az a szar. Nézd meg, hát kétszer. Én értem, hogy van róla papírom, de fogalmam sincs, hogy hova kell menni, meg mit kell csinálni. Én értem, én is emlékszem, hogy van a könyvtárosról, tessék, ott van a könyvtáros. Nagyon jó. Te látod valahova leírva, hogy hova kell menni? Már most, ne, bocs, hogy sós vagyok, meg minden. Honnan tudjam, hogy hol van? Arra megyek, amerre éppen tudok. Most idáig tudtam eljönni, ez is csodás, és nem is tudom, valami epikus véletlennek a műve körülbelül. Oké.
Ne jöjjön ki onnan, ne jöjjön ki onnan! Azt hogy? Nem, persze nem. Na jó, nem, ez, én ettől kiégek, komolyan. Nem tudom eldodzsolni. Hát rohagyj meg, de komolyan. Akarod még spamelni a mocskos szar támadásaidat, te szerencsétlen szar. Szia, Ádám! Hello, hello! Mi újság? És ott az első mérült meg. Hm.
Mert most, hogy én is ütésben vagyok, és megüt, azt mondom, oké. Okay. Fair trade. Hát ez egy beragadod a karakter a semmibe. Ja, nincs több HP-t öltem. Az jó. Puff. Puff. És dead. Hát nem tudom. Nem tudom, hogy mit tudnék csinálni. Az a baj, hogy nem érzem.